4 évesen már fogja a YouTube díjat? Ez hol fertesa? Ő mennyit dolgozott azért a YouTube díjért? Én meg itt gülizek napról napra, és nekem még nincsen kibaszott YouTube díjam, pedig ez az egyik álmom volt, chat. Most elmondom mindenkinek, ezt klippeljétek ki. 5. osztályban, amikor mentünk, fel kellett írni mindenkinek egy lapra az álmait, és én tudod, mit írtam fel, tesó? Meglegyen a 100 000-es YouTube díj, hogy fogjam a kezembe. Chat! I'm about to work. Én leszek az első lájkoló. Mi a fa? Ennyit erről, tesó, ennyit erről, érted? Ennyit erről. Én meg ezt a videót reportolom. Mi a helyet, azt le kell szedni róla. Komoly nővére van a Barninak. Mi a fasz? Dég. Nem rossz. Csehát még mindig azt mondjátok, hogy nem ütném ki a Barnit? Hát nincs tricepsze, tesó, nézd már, hogy nyomja. Hogy nyomja? Én, ha nyomnám ezt az egész, én így nyomnám. Hát most nekem sincs, geci? Na. Ott a régi kamcsát, W régi kam. Az öreg kis kamerám sose hagy cserber. Várjál, kipróbálok valamit, kipróbálok valamit. Kipróbálok valamit. Kipróbálok valamit, kipróbálok valamit. Mi ez a mínusz 50-es kart? Egy jó ég. Nem mondta, hogy ilyen óriási lennék, de azért... Azért a... One hit, bro. One hit. Minőségítség a kontenteket csinált. De látjátok, valahol el kell kezdeni én is egy idióta mikrofonnal, szar kinézettel, telefonnal, és azzal kogtalam, hogy volt, megpróbáltam valamilyen kontentet csinálni. Most meg olyan kamerám van ma azóta, azt nézd. Több mint 800 000 iratkozó. A mostani kamerám meg ilyen. Kösz szépen, buzi. Köszönöm, buci! Shillo Steve Sneaker Tour with Balázs Kicks. Na chat, elmondok egy kis behind the scenes story-t. A lényeg az, hogy a Steve megprankelt minket. És ezt magamra vettem azért, mert nem szeretem, ha megprankelnek. Főleg nem úgy, hogy egy kibaszott kamerát eldugsz, és felveszel úgy, hogy én nem tudok róla. Nem szeretem ezt, nem szeretem, srácok. Őszinte leszek, ezért mondom, megbeszéltük KDS-sel, hogy valahogy rá kell ijeszteni, el kell mondani, hogy ez egy háború lesz, és vissza kell prankelni, és itt a Balázs Kicksbe prankeltük, nem prankeltük vissza, csak ijesztettünk rá, vagy akartunk rá ijeszteni. De szar volt, szar lett chat. Nem volt jó, úgyhogy ennél erősebbet kell ütni sokkal. Még erősebbet, mert ez a Balázs Kicks-es, ez nagyon nem volt jó. Viszont nézzük a videót. Leak van benne? Hol van benne a leak? A végén? Jó, oké. Végre valami jó zene. Mindenkit, én Paher Balázs vagyok, és köszöntelek titeket ebbe a rendhagyó Sneaker Tour epizódunkba, hiszen ez most a Black Friday akción külön kiadása, most elképesztő, az idei év legnagyobb akcióját tartjuk az üzletünkben és a webshopunkon, és a kedvezményes árakon felül még ajándékokat is kaphatok a cipők mellé, de nem akarom tovább húzni a szót, ebbe az adásban most nem más érkezik hozzánk, mint akit annyian, de annyian kértetek, a Zsíró Slide megalkotóját, egy kicsodát? Érkezik hozzánk, mint akit annyian, de annyian kértetek, a Zsíró Slide megalkotóját, egy hihet... Cseh, kicsodát? Érkezik hozzánk, mint akit annyian, de annyian kértetek, a Zsíró Slide megalkotóját... Lehet, hogy Shillo Istvánról neveztem el ezt a cipőt, de ez közel sem azt jelenti, hogy ő a megalapítója, tesike. Azok mi vagyunk. Szóval szeretném tisztázni a fogalmakat, jó? Mert a Shillo Slide-ot mi találtuk ki KDS-sel. Úgyhogy csókolok, tesó. Kicsit a fogalmakat félrenézted, Balu. Érted? Ezt a hibát eltekintve nézhetjük. Egy hihetetlen üzletember, de nem húznám tovább a szót. Köszönöm az üzletbe, Shillo Istvánt! Alright, boss! I fucking fuck with this shit! Alright, boss! Ezt szeretem! Ez kell!
Nézhetjük a videót. Nagyobb tisztelettel. Üdvözöllek az üzletünkbe. Hogy vagy? Köszönöm szépen a meghívást, nagyon jól. Bár most, hogy meglátom, hogy te is magasabb vagy nálam legalább egy fél fejjel. Szegény, milyen piciketes a rillás minipekka. Sokkal kisebbnek is alacsonyan. Mindenki ezt hiszi, mindenki ezt hiszi. De miért? Hát nem tudom, te is ezt hittem. Na mindegy. Szóval így, hogy igazából lenézve érzem egy picit magam, nem csak viccelek. Nagyon szép üzleted van, gratulálok, úgyhogy köszönöm szépen. Ez nem tudom, hogy lesz-e a videóban, de kicsi is background info. Csávó, Steve, csak a izére, csak a sneaker túra szabadott magának egy brand new öltönyt. Tehát ezt az öltönyt ide szabadta erre a sneaker túra. Ezt nem tudom, elmondja a videóban, de én szakadtam, amikor ezt elmondta nekem utólag. Éppen a meghívást. Én köszönöm, hogy elfogadtad. Figyelj, hát most a fiatalok egészen elképesztő mérségletekben beszélnek rólad. Ugye elmondta? A stílusodról most hihetetlenül ismert lettél, nyilván már ismert is voltál. Mondanál nekem egy outfit checket? Az azt jelenti, hogy mennyit ér most az a set, ami rajtad van. Cipőtől fölfelé. Hát ugye... Ez titkos? Az kell, nem, hát, ugye nagyságrendileg ugye én nem vagyok egy konfekció méret, ezáltal, ha én elmegyek és veszek egy nadrágot, akkor ami itt jó mondjuk derékba, az kb. Fél méterrel hosszabb. Így egyszerűbb, ha elmegyek a Szabóhoz, és mindent magamra csináltatok. A nyakkendőt, az inget, a zakót, a cipőt, a nadrágot, és minden mást. És hát így egyszerűbb, meg hát azt gondolom, hogy így érzem jól magam a bőrömbe. A nagyság lennének, hát ez egy ilyen 500 000 forintos szed, tehát nem az a nagyon drága, de nem is az az. Na az, na az. Mondjuk ez az óra szerintem a karján az. Azt nem számoltam bele. A cipőről mit kell tudni, hiszen ez egy igazi siló slide, mondhatom hát, így. Figyelj, a cipőről igazából semmi extrát nem kell tudni, ez egy nagyon-nagyon jó bőrcipő, Lengyelországból származik, de hát ugye azért lett ez siló slide, mert hogy te, meg a két okos gyakorlatilag elkezdtétek ezt az egész vonalat vinni. A két okos. A Balázsnak semmi köze nem volt hozzá, de igen, igen, igen. Hú, chat. Meg kell védeni az örökségünket, srácok. Elhoppolják, elülünk a silló slide-ot? Így hát gyakorlatilag az ölembe hullott. Balázsnak nincs hozzá köze? Balázs izé sneakereket árulgat, bro. Gyakorlatilag egy úgymond egy népszerűség, illetve hát ugye ez az egész történet rám ragadt, úgyhogy most már nem úgy van, hogy a Teslás faszi vagy a BMW-s faszi, hanem most már te, ez nem az a silló szájú faszi, tudod? Tehát, hogy gyakorlatilag így néz ki a helyzet. Nagyon jó. We made silló Steve famous. Sokan tudják maga, ez a silló slide, ez a mém, ez honnan jön? Hát onnan, hogy bár úgy látom, hogy nálad ilyen műgyantás a padló, de nálam az irodában volt egy jelenet, amikor arról szólt a történet, hogy a fiamat megprenkeljük azzal, hogy a Bence betörőnek öltözött. Igen. És akkor hát egyszer csak előöltötte magát a Geri, hogy úristen, betörő van, a gyerek kirohant az irodából, tudod? Igen. Bence ártalman tanította, én meg utána szaladtam, mi van fiam, jó vagy? És csúsztam gyakorlatilag egy másfél métert így a padlón. Ez is csúszik? Ez is csúszna, hogyha nem lenne ilyen gumis a padló. És gyakorlatilag innen jött az, hogy a csúszás, tehát hogy silló slide, és akkor gyakorlatilag innentől aztán már mindenki már erre asszociált. Így van, így van. Tehát, hogy innen jött a silló slide. És ha jól tudom, te azért szeretem, hogy nem csak a Steve-nek, hanem a sportcipőket is. 13-tól? Hát az a helyzet, hogy közel 50 évesen... Mert bepálik a fejem amúgy ebbe a szarba. Szerencsés helyzetben vagyok, hogy van két olyan korú gyermekem, aki hát óriási nagy rajongó. Látom, chat, 13 perc. Forgalmaztok, és hát van szerencsém egy ilyen cipőmnek is lennie otthon. Fiamnak van ebből is, abból is. Szerintem neki mindegyikből. Egy jó párból, és akkor hát nézegettem én is először fanyalogva, hogy hát fiam, minek kell? Tehát, hogy én az én koromban a jó dumámmal tűntem ki, nem a cipőmmel, tudod? És akkor addig, hogy én is fölpróbáltam egyet-kettőt, és akkor rájöttem, hogy én is úgy éreztem, hogy most menő vagyok. Ja, hát, hogy ezt te vagy végig. Igen, és akkor így. Hiába van az embernek jó cipője. Balázs nem volt a toppon. Köszönöm a szabott tesó. Fontos, hogy tiszta is legyen, hiszen ahogy szoktam mondani, először a cipődről, az órádról, és utána onnan de is. Tudod, mi fontos? Hogy mit? Jó ember is hordja, tehát jó ember legyen, aki hát hordja. Az nyilván az utána derül ki, de erre szokták mondani, az első benyomás megismételhetetlen. Tehát, hogyha először elrontod az egész antrét, onnantól kezdve már nincs már visszaút. Igazad. Ez nagyon igaz, ez nagyon igaz, chat. Ez óriási igazságot mondott itt a Steve. Mindig figyeljetek azért arra, hogyha egy új emberrel találkoztok, ott az első impresszió, amit rólatok kap, bárki, akár interneten, minden
mindenhogy is, beszédből, stílusból, kinézetből, kisugárzásból a topot kell adni, mert onnastól meg fog téged pecsételni végig a kapcsolatotok során. Már abból az első egy percből, hogy rátekintszol, ez nagyon fontos az első benyomás. Kezdnek onnantól kezdve olyannak, amilyen először voltál. De te arra nagyon ügyelsz akkor, hogy mindig makulátlan állapotban legyen. Én szeretem, tehát én egy nagyon-nagyon szegény körülmények közül jött srác vagyok, ugye a szüleim nagyon korán elhunytak, mindig vágytam családra, nagyon szerettem volna tényleg, hogy legyen két gyerekem, tényleg így, ahogy most a Jóisten megadta, és hát nagyon sokat voltam karácsonykor egyedül, mondjuk akkoriban még volt egy kutyám, ketten töltöttük a karácsonyokat, és akkor megfogadtam, hogy ha majd egyszer a Jóisten megsegít és lesz pénzem, akkor mindig oda fogok figyelni arra, hogy mindig egy öltönyös srác szeretnék lenni, mint egy melós csávó, aki dobálja úgymond a kocsira lapáttal a homokot például. Tehát ugye innen jött a történet, és akkor próbáltam úgymond adni magamra, és hát ugye a gyerekeimmel meg minden pillanatát elpróbáltam, és minden pillanatát próbáltam a gyerekeimmel eltölteni, hogy tényleg egy örök emlék maradjon, hiszen az együtt megélt pillanat az az örök emlék. Hú, de jól beszél a Steve. Hogyha készen állsz, akkor nézhetnénk cipőket, nem? Igen. Képzeld el, most egy hihetetlen. Nem tudsz beleszólni. Az idei év legnagyobb kedvezmény, most egy Black Friday week-et tartok, ami hamarosan véget ér. Itt látod, hogy mi mennyiről van leakciózva, de nagyon sok termék még, hogyha bármelyik tetszik, akkor azt jelez, aztán nézem, hogy van-e méret. Amúgy neki ez a Supreme Air Force néznek ki, ez a fekete, vagy nem tudom, mi állna jól a Steve. A Steven semmilyen sneaker nem állna jól, bro, Steve, ne hordj már sneakereket, ne legyen már ilyen óvodás. Csak a Shillow Slide. Az a helyzet, nem hiszem el. Én úgy, nekem ez egy kicsit csalódás. Jókor is érkeztem, mert hogy szeretnék mindenféleképpen venni egy ilyen fehér cipőt, mert ez az egész szettet szeretném a fiataloknak megmutatni, mert leveszem a nyakkendőt. És ez a szethez föl. Hát ez a legalapszarabb cipő. Így is működik a dolog. Tehát, hogyha lehet, és van a méretemben, akkor természetesen így, hogy olcsón meg tudom venni, olcsóbban így örülnék neki. Persze. Ráadásul, mivel nem vagyok egy ilyen magas langaléta fiú, kicsit vastag a talpa, még lehet, hogy egy kicsivel meg is emel, már vékonyabbnak tűnök. Nagyasat hozhatok. 43-as légy szíves. 13 perc. Szerintem az lesz rám jó. Az az én méretem. Intézzük, jó? De miért ne? Mekkora... Ezt választotta? Hú, de befostam ettől a képtőget. Mondom, ott fölök a képernyő, hülye! Megnézed? Bolond Air Force 1-es. Kell legyen? Aha. Jó. Azon már a milyen kis. Alájítsuk gyorsan. Tisszük azt. Backstory, itt jöjjünk a boltba már 2 óra osszája, várjuk, hogy a Steve érkezzen. Pontosan érkezett, pontosan csak mi kicsit túlizgultuk ezt az egészet. Egy tékünk volt, a lehető legcringebb volt ez az egész. A kamera nem is forgott, amikor ott bent ülünk, de majd amúgy van több felvétel a Laura és Norman, azt meglátjátok. Ez a mi felvételünk, de itt nagyon gatyába voltunk. Nézzük amúgy, mit rögtek itt vele. Steve, hogy tetszik így maga az üzlet? Nagyon-nagyon tetszik. Az a helyzet, hogy nagyon letisztult, nagyon jól néznek ki a cipők, nagyon jók a fények, nagyon jó a padló, tényleg egy kicsit ilyen industriális, jó az egész asztal. Tehát olyan érzés, mikor az ember lenne egy ilyen nagy nappalia, lemegy, és közben azt látja, hogy itt vannak a cipők. Szevasztok! Mi a helyzet veletek? Hát ti hogy kerültetek ide? Na ezt akarjuk kérdezni, te hogy? Főnök, oda néz az Ice Master. Hát mi van? Te itt dolgozol? Vagy beszálltál a biznisbe? Itt dolgozol. Jó az illata. Ó, kérem. Ó, amúgy nagyon jó illata van a Steve-nek, csak nem hiszitek el, de az aroma, amit áraszt magából, az a ilyen, nem tudom, ilyen nagyon ilyen makulátlan illata van, ilyen bevonz. Szépen, igyekeztem, ezt próbáltam. Ezt választottad? Ezt igen. Air Force 1-es. Nem, én a vitrínből azt a férfi. Hogy magyarázkodik? Te szerettem. Jó, lebuktam, de ezt választottam. Hát nem, én igazából az elveimmel szembe mentem most, tehát gondoltam, hogy hát egy új stílust kitalálok, de hát ezek szerint nem jött össze. Na, itt már petrengenek a srác. Hát az a helyzet, hogy... Imádom, gondoltam, imádom, hogy fellendítem az üzletet, imádom, és hát veszek a fiamnak egy cipőt. Ja, ez normális, ez minden magadnak. Magamnak persze, nyilván, ilyen cipő nincsen, és gondoltam, hogy akkor ezt most magamnak megveszem. De, hát de Balukka, ne feszülj már ennyire be. Így hát most akkor lebuktam, vagy most akkor mi? Ezt elnézzük, viszont este azért nézz kétszer a hátad mögé, jó? Tényleg. Mert még jövünk, jó?
Ja, este nem fog kijárni. Milyen kellemetlenül érzed magad, hogy hogy kuncog az óra alatt, Steve? Hogy kuncog, figyeld? Tényleg. Mert még jövő. Este nem fog kijárni, csak szólok. Úgyhogy találtok ki valami más. Sőt, egy hétig nem megyek sehova, otthon leszek. Bezárkozom. Egy sarkon előre be kell nézni minden sarkon. De szerettem. De azért szépen, ha már itt vagyunk, azért szépen bejöttetek ti is az utcába. 20 óra. Ezek skippelik a videót, mi szépen. Mi? Hol van a kamera? Na jó. Mi lesz ebből a... Jó sikert. Ferihegy, gyere! Aj, nem bírom. Menjünk. Srácok, nagyon köszöntem. Ja, hogy így szemmel tartotok. Jó van. Álom a sarat. Mondjuk ez neked már túl... Mi a fasz, hülye? Azt hittem, ez Instára kell pár kép. Tesó, ez nagyon hard volt, bro. Ebből az Insta-editek azért robbanjanak. Ebből, vagy mi? A TikTok-editek, chat. Ebből a TikTok-editeknek robbannia kell. És egyébként lesz podcast az öreg papcával, Steve-vel, nem sokára egyébként itt a csatornán, az egy óriási podcast, beszélgetés, szerintem több órán keresztül, hárman a Steve-vel egy szobában, egy asztalnál, nagyon jó lesz. Ami nincs időpont, az mi bejelentjük, de bro, ezt használni kell TikTokokba, ez nagyon hard lett. Srácok, nagyon köszöntem. Ja, hogy így szemmel tartotok, jó van, álom a sarat! Hogy tisztítom? Ez neked már túl csicsás? Hát én nem így fogalmaznék, én erről a cipőről nekem az jön le, hogy ez egy lánycipő. Dehogy is. De... Ma már nincs ilyen, érted? Én elhiszem, de... Értem, hogy az ICE azt mondta, hogy, tudod, hogy nincs tehát, olyan, hogy unisex, tehát vagy ezt el tudnám nő. Mondjuk a... Mert van olyan, hogy unisex, de most full real-be. Most vagy nőnál jól a cipő, vagy férfinál jól a cipő, tesó. Mondjuk egy nyilván egy fehér Air Force, az mindenki jól áll, de alapjáraton a gyártók nem úgy gondolkoznak. Nem is tudom a... Hogy hívják ezt a Whispertonnál képzelni, de egyébként nem tudom más. Tehát én azt mondom, hogy a fiamat meglátnám egy ilyenbe, hát nem tudom, lehet, hogy megdöbben. Mert attól függetlenül érted, a női cipő van, meg férfi szabványcipő. Szabványok. Női szabvány, férfi szabvány. Lehet, hogy egy dunk, vagy egy mit tudom én, jól állhat lányon is, meg fiún is, de mondjuk amúgy meg csak fiú cipők állnak jól lányokon. Mikor láttál női cipőben férfit szaladgálni? Tehát a férfi cipőket felvelt a nő, mert jól áll rajta. De női cipőket nem hord a fiú. Ergo nincs egy unisex cipő. De persze. De elfogadnád. Hát kénytelen lennék, de valószínűleg nem reddesnék az örömtől. A lányomon meg. És ez nem rossz, ez nem rossz, mert ennek így kell lennie, érted? Hogy elég fura ízlésed van, de nem. Meg hát ez ilyen. Mennyit adnák ki egy cipőért a max? Hát ilyen 500 000 kiadtam, nyilván nem önszántamból. De az ilyen típusú cipő? Nem, ilyesmi típusú cipő. Tényleg? Igen, ugye a fiam fölhívott. Balázs lesokkolva. Reggel, amikor ott aludt épp a barátján, hogy figyelj, Fater, el tudnád egy kis KP-val küldeni a mutert, mert vennék egy cipőt. És akkor mondom, ez most ugye ez valami vicc, vagy valami prank. Azt mondja, nem. És hazajött egy cipővel. És úgy néztük, hogy figyelj, ezzel ugyanúgy bele fogsz lépni valószínűleg a... Értem. Kutyagumiba, de hát... De ez melyik cipő? Tehát ez egy Jordan 4 Metallic Red, ha jól emlékszem, 420 000 forintot fizettünk. De hogy tudod a nevét? Ez nagyon menő. Hát figyelj, amikor először kifizetsz egy ilyen cipőre, képbe van. Az biztos, hogy megjegyzed egy életet. Amúgy ezt a Big Red Boots-ot, Steven, ti el tudnátok képzelni? Esküszöm ezt, ha ezt nem adta rá a Balázs, akkor az missed opportunity, bro. Hát a Steven ez a Big Red Boots-os, amit menne. Óriási. Hát rá szabták. Azóta figyelem, hogy hát úristen, ez mennyi, az vajon miért annyi, stb. De hát én magamnak azért nem adnék ennyit két cipőért. De mit csinálsz? Egyébként arra vagyok kíváncsi, hogy te jó tanuló voltál? Szerintem nagyon. Igen, én, hát ugye abban az érában, ahol én felnőttem, ugye akkor még kommunizmus tombolt. A Kádár korszak. Az első, második, harmadik tanulót, azt megjelölték, külön kitüntetésbe kellett járjunk iskolába. Én általában mindig második tanuló voltam, egyszer lettem első, mert volt egy lány, aki mindig jobb volt. Na, az a strébe. Innentől kezdve mindig nekem a második szerep jutott, de én egy nagyon eminens voltam egyébként. Tehát ugyanolyan, mint a kislányom, ő is borzasztóan odafigyel, tanul, eminens. Mondjuk ezt a fiamról nem lehet elmondani. Ja.
És figyelj! Balást érdekelte a téma. Okay. Mi az a két olyan fő dolog, ami annyira megváltozott azóta? Mi az, amit így ki tudnál emelni? Hát ami nagyon megváltozott az, hogy ma már egy fiatal srácnak van több cipője. Én úgy nőttem föl, hogyha bátyám elhordta a cipőt, én megörököltem, és az az egy cipőm volt egész évben. Igen. Tehát, hogy addig hordtuk, amíg ki nem lukadt a talpa. És ez igen komolyan így el... Egy cipő kell, amit elhordasz. Van egyébként ilyen nagyon jó sztorid általánosuliba vagy gimiből, ami szerinted így... Hát figyelj, annyira jó, egy perc, komoly egy sztorim perc. Van, szerintem nem is fogod elhinni. Na. Tehát én egy ilyen erdő alatt egy tanyán nőttem föl, és még én a általános iskolában jártam suliba. Mert ugye elég messze volt, és gyakorlatilag, mint most ugye bringa... Hagyjál már! Ezek minden apukának van egy ilyen sztoria, hogy ő megküzdött a farkasokkal, amire beért az iskolába, ő átment a hegyeken, völgyeken, a tengeren, át kellett úszni a lóháton, egy vitézként caplatot. Hagyjál már, bro! Ez real amúgy? Akkoriban nem volt bringám, meg ilyesmi, az sokkal később lett bringám, így hát lovunk volt nagyon sok, így hát felültem az egyik róla, és azon mentem el suliba. Igen ám, de mikor esetleg egy medve vagy de hol rakta, hol parkolta le a lovat? Hol lakatolta le? Megérzi a szagát, és akkor jó messzire elvágtázik. Akkor olyankor próbáltam nyerekbe maradni, és akkor általában késéssel meg visszamentünk a suliba. A suli mögött volt egy kis istáló, bevittem a lovat, és kezdődött a tanítás. Nagyon bűnök. Hát most már szerintem... biciklitárló helyett még volt, istáló. Ezek voltak a régi szép idők, amúgy basszus. Most már mindenkinek ott a kezébe a telefon, így járkálunk lesütött fejjel az utcán, mint droidok, swipe-olgatjuk az Instát, TikTokot, minden. Ez volt az igazi szép idő, érted? Amikor a természettel egybefonódva éltetek, lóháton mentetek, nem a felfűtött kocsiba azt az 500 métert, ami a közteredés az iskola között van, hanem tényleg, igazából, oda sétáltál, elmentél. Mikor éli meg ezt a mai fiatal? Nem sok ember jár is suliba. De szeretem Steve-et. Nem. Foam runnert hordanál? Van is. De még neked? Igen. És ezt tényleg? Nézd meg az Instámon. Van egy piros Porsche-s kép, és ebbe vagyok. Mondom, ez a papucs silló, Steve. Ez a papucs silló slide, mondom. A foam runner az még elnézhető, az a silló slide papucs plusz a silló slide, ez a kettő. Tényleg. És elmondom neked, életemben nem volt ilyen kényelmes cipőm vagy papucsom, nem tudom minek kell ezt hívni. Igen, az biztos, hogy a te korodban nem sok ember hord ilyet. Hát őszinte leszek, hogy fölvettem, én is eléggé meglepődtem, hogy kinézek. Tehát mint egy ilyen patás ördög úgy néztem ki benne, de tényleg elképesztően kényelmes. És hát elérkeztünk a vitrínünkhöz. Na lényeg! Látod, hogy mi ez a cipő? Igen, látom, hogy ez egy félcipő. Hát nem biztos, hogy feltétlenül az én ízlésvilágom. De te inspiráltad. Az a vörös szőnyeges jobb lett volna. Ezért, hát készültem is egy kis... Ötkösöt szemfüles, érted? Nem kell parázni. Hova tekerjem? Hova tekerjem? Meddig tart a lík, amit én nem láthatok? És hogyha igen, van egy ilyenje, fehérbe. Viszont ha már itt vagyok, lehet, hogy vennék is a fiamnak egy ilyet MS-be, hogyha lehet. Van. Na. És képzeld, de megint, tehát most olyan időben jöttél, azt tudom mondani, hogy most minden ruhára 10% kedvezmény. Ne hülyéskedj! Minden ruhára, a Black Friday miatt. Ez nagyon jó. Hát akkor legjobb, hogy jöttem most. MS-et hozok, jó? MS-et, légy úgy kedves! Ennyi. Mi volt ez a ránézésem Balázsra? De ezekből kajak menjenek már a TikTok-ok, ezek olyan jó vágóképek, ezeket úgy szerettem. Balázs X-nek a jóka vágóképe, ezt nagyon, kedves, nagyon elkapja. Akkor őt választottad, most a Black Friday miatt elég jó kis kedvezmény is van rá, illetve van akkor a kedves Norman fiacskádnak egy Pop Smoke Villon póló, az 35 000 mínusz 10% az... A póló 35 000! Csomagolhatom? Légy szíves! Jó van. És képzeld, de most a Black Friday-re egy más színű ziptájt adunk, jó? Ráfűzhetem meg? Légy szíves! Valami. Főleg így, hogy most te raktad föl, saját kezüleg. Rajta van az új lenyomatom. Ennyi. Ez így már megéri. Egyébként ennek mi a szerepe? Képzeld, ezen van egy QR kód. Aha. Ezt most direkt kitakarom. Aha. De ezzel mindig kedvezményeket teszünk. Tehát, hogy aki vett tőlünk cipőt, az hozzá tud férni, érted? Nagyon jó. Pia, közben rakom neked. Figyelj, ne is tedd be, mert
fel is fogom menni. Bob Smoke egy repülésöt szálltak, jó, és akkor én csinálok egy pólót, akkor azt el tudom adni 40-ért? Két okososat? Chat. Mert merch lesz, érted? Csak gondolkozok, hogy mennyiért tudom max eladni. Májnelek? Tesó. Kisajtolom az összeset, bazd. Most bekerül a szatyorba, lekerül a nyakkendő, kigombolom az inget, fölveszem a cipőt, és így köszönök el. Fantasztikus. Ha? Így megyek ma haza. Tényleg? Egyszer élünk. Köszönöm szépen megint. Figyelj, készpénz vagy kártya? Legyen cash. Boys, we lost one. Elvesztettünk egyet, srácok. Cash? Én még a régi kor gyermeke vagyok. Jó, te tudod. Mennyi az annyi? 81.500 a póló meg a... Jaj, de gyors. Figyelj. Adok egy ötöst. Mit szólsz hozzá? Egy kis borra való. Na és hát nagyon-nagyon hálás vagyok. Ajj, de rosszul áll. Ajj. Ezt nem hiszem el, hogy így kell látnom a Steve-et egy ilyen szutyok cipőbe. Ó, chat. Most egy kis csalódás és szomorúság vegyő bennem, de el kell fogadni, srácok. De remélem visszatér Steve még a gyökerekhez. Aj. Hogy eljöttél, tényleg nagyon köszönöm. Tényleg rengetegen kérték, hogy gyere, és itt is voltál, és tényleg... Nagyon jól éreztem magam, köszönöm a meghívást. Köszönöm. Tényleg köszönöm a cipőt is. Látod, jól áll. Komoly nem tudom, melyik a jöttem jobb. Be, és... De nem áll jól. Nem, ez nem ő. Steve, ez nem te vagy. Agymosás alatt vagy, Steve, ez nem te vagy. Ébredj fel. Ébredj fel. Steve, fel kell, hogy ébredj. Így távozom egy ilyen kis laza, kis, tudod, ez a, megyek a jaktra, tudod, nyilván nincs jakt, de megyek oda. És még lenne egy kérdésem, írjátok meg kommentbe, hogy ki az, akit a legszívesebben láttatok a következő adásunkba. Én Paher Balázs voltam, ő Silló István. Mindjárt sírom magam cset. Iratkozzatok fel a csatornánkra, és még tart a Black Friday, tehát ha gondoljátok, gyertek be az üzletbe vagy a webshopunkra, és sziasztok. Vásároljatok azért Balázsnál cset, mert jó gyerek, megérdemli a pénzt, megdolgozott érte, szerettem. Ez a rész amúgy szerintem nem lett olyan kiemelkedően jó, nagyon örülök, hogy elmentem úgy a Steve, de meg kellett volna vennie még a slide-ot neki. De amúgy ez így volt jó. Jó kis kollab volt, adom. W. Na, most én nem azt mondom, de ilyen minőség, mint a Balázs Kicksnél, ilyen minőségben még egyszer se láttuk a papcát. Mi ez a kezdőképe a dolgoknak? Aj, na jó, nézzük, adjuk meg neki az esélyt. Lecserélték a zenét, bro! Hát figyelj, hát hallgatnak rám, beszedettem, Geri, csókolok innen is meg az egész családodat. Hallod, lecserélték a zenét, de mondjuk pont... faszom. Pont ez a kezdőzene lett volna... Aj! Egyetlen egy jó zene volt a videóban, az a kezdőzene, azt cserélték le, bazd meg. Az a kérdés, hogy szerinted ebbe a zakóba menjek, abba a nyakkendővel, vagy ebbe a zakóba menjek egy ilyen nyakkendővel? Neked melyik tetszik jobban? Te melyiket választanál? Most ezt úgy nézed, hogy fehér inget vennék föl, ehhez meg egy ilyen világos kék inget. Szerintem ezt. Mert nekem is inkább ez jönne. Azért, mert... Mi van? Mi történt? Hogy nézek? Hát az öltöny nézem, baszki, az öltöny néztem az, hogy melyik áll jobban neki, hát bazeg. Aj, geci, hát az öltöny nézem, chat, kell nekem egy eye-trackkel, jó, kell nekem egy eye-trackkel. A következő Laura és Norman részt eye-trackkörrel fogom nézni, ezt nem hiszem el. Ez a fehér inges, akkor jobban néz ki ez, mint ez. Meg tudod, ehhez föl tudok venni egy szintén sötétkék nadrágot, nem hát farmer, hanem amúgy olyan... Amúgy ti vagytok itt a probléma, itt a chat a probléma, rájöttem. Mint a farmer, és... Ha a Balázsnál vagyok, veszek hozzá... De papcánál még casualbe is bezeg a bosszfal, vágod? Egy fehér cipőt, mert hogy beszeretném mutatni a fiataloknak, hogy nem csak nyakkendőben, zakóban lehet járkálni, félcipőben... Na, nem merem nézni, hogy ma a Laura is, mert minden szar belelátok. Most értem, most mit tudom én, megnyolom a számat, mert ki van száradva, azt már belelátok minden fasságot, geci, nem hiszem el. Ha nem felveszel egy laza fehér cipőt ehhez, van egy jó nadrág, csak a zakó, ink, lekerül a nyakkendő, és már is mész trendy, tudsz menni gyakorlatilag így udvarolni, színházba, stb. Mert hogy az öltözet az dönti el, ahova mész. Nyilvánvaló ezzel így nem tudsz egy ilyen fehér cipőbe menni egy házasságkötő terembe, mert nem illik. Legalábbis a ifjú párt meg kell tisztelni. De akkor megnyugodtam, hogy te is ezt mondod akkor. Hát ez
Szerintem sokkal jobban így. Fehér ring, egy egyszínű nadrág, tehát ilyenkor egy dologra vigyázni kell, a csíkoshoz ne, hogy fölvegyen az ember valami kockást vagy ilyesmi, akkor legyen vagy az is csíkos, de amit én legalábbis jobban szeretek az, hogy legyen akkor inkább egyszínű. De most várjál, akkor most én rosszul van, mert akkor ezt le is veszem. És akkor fölveszek hozzá egy jó kis csatos hillószlájdot. Mert ehhez de szeretem amúgy, hogy így mondja, ez annyira jó, gondolj bele, mondasz egy szót, szállóigévé válik, és utána az az ember, akiről ezt a szót kitaláltad, használja a te szavadat. Ez amúgy annyira jó érzéssel tölt el, csehát ne tudjátok meg. Vennék föl. Ez legyen. Jó, kislányom, akkor megdumáltuk. Köszönöm, babukám. Na gyere, akkor meg... Nyugodtan. Balázs, kicsit vagyunk. Szerinted tudja, hogy ki az a papca? Nem tudják, szerintem ki az a papca. Meg Balázs se tudja, ki jön ide. De mi tudjuk? Na jó, tehát itt az a lényeg, hogy vissza akartuk prankelni a Steve-et, de tudtuk, hogy ez nem egy jó prank helyszín, szóval itt csak ráijeszteni akarunk. Itt csak ráijesztettünk. A prank az még, az jövő étel lesz, chat, az jövő étel lesz, de tudjátok jól. Srácok, Silo Steve személyesen eljött a Balázs Kicksbe adni egy interjút, és meg fogjuk lepni most. Nem tudja, hogy itt vagyunk, és hát... csúnyán megfenyegetett. Itt amúgy nem kellett volna zsuttogni, mert amúgy meg nem haladszik ki semmi, nem is tudom, mert zsuttottunk itt. Mindegy. Megfenyegetjük. Barát. Nem csúnyán, csak baráti. Megfenyegetjük. Szeretem a Steve-et azért. Legyek ebből, vagy ne? Legyél, az jó lesz. De várjál, de még először nem ötve, ezt majd átköltöm. Most érkezik meg a Steve a boltba, Balázshoz. Most megy ki Balázs. Remélem nem éli, de átrobozni. Itt vagyunk a bolt hátuljájátok, chat. Balázsnak nem állnak jól ezek az öltönyök a bucset, arra jöttem rá. De neki nem is a stílusa. Most nem most lesz a prank, de kicsit ráéreztünk. Megjött. Hallom a hangtex. Így bejött a boltba, azt egyből így sziasztok, szevasztok, mi a hely? Ezt választotta? Aha, megnézed? Bolond Air Force 1-es. Kell leginget? Aha, jó. Gyere. Azon már a milyen kis. Valahogy gyorsan. Visszük a Steve-t. Ott. Nagy volt a pressure, mert ha egyszer nem csinálok meg jól, akkor gatya. De nem jó, nem jól sült el. Hát mi a helyzet veletek? Hát én hogy kerültetek ide? Na ezt akarjuk nézni, te hogy fölülünk! Oda néz az Ice Master! Hely van? Ice Master, geci! Te talán nézd be, hogy mi történt? De jó az illata. Ó, kérem szépen. Igyekeztem. Tényleg, amúgy tényleg jó, de tényleg jó, chat. Nagyon jó illata van a Steve-nek, de ezt mondtam. Választottad? Ezt igen. Air Force 1. Máltor a nevem chat, tudod, hogy kell szólítani? Hadd lássam, hogy pörög. Ice Master. Mától csak így, jó? Yes. Nem, én a vitrínből azt a félcipőt választottam. Hát remélem is, mert rosszat hoztam. Ez nagyon leadott. Jó, lebuktam, nem ezt választottam. Komolyan? Megcsalod őket? Hát nem, mert én igazából az elveimmel szembe mentem most, tehát gondoltam, hogy hát egy új stíluszt kitalálok, de hát ezek szerint nem jött össze. Sajnán már petrengerek a srác. Az a nevetős neki. De tisztelem. Jó, hát betalált ez a haplás. Hát... Fehér, nem tudom ezt. De most komolyan. Kályás, neked is van ilyenetes. Chat, jól áll ez a Steve-nek? Nem! Rangos eseményekre. Felnőttünk. Ugyanazt mondom, mint ő, de tényleg felnőttünk. Fel kell nőni az embernek. Ehhez. Fel kell nőnie ez az embernek, chat. Rá kell találni a stílusra. De most megint mész ki jobban, de most komolyan. Hát nyilván a fehér. Az a helyzet, hogy mondanám, hogy a fehér, de... Ú, de csillan. Maradok a hazai pályán. Ez komolyan tetszik. Hát az a helyzet, hogy... igazából úgy gondoltam, hogy egy kicsit felvendítem az üzletet, és hát veszek a fiamnak egy cipőt. Ja, ez olyan, ez minden megmagyarázni. Magamnak persze nyilván, ilyen cipő nincsen, és gondoltam, hogy akkor ezt most magamnak megveszem, de hát nem gondoltam, hogy itt vagytok. Így hát most akkor lebuktam, vagy most... Steve, ezt elnézzük, viszont... Este azért nézd kétszer álltad meg egy jó. Tényleg. Mert még jövünk. Jó, itt már nem tudtam, mit kéne mondani, tudod? Itt már nem tudtam, csak éreztem, hogy gázos a szitu, mondom, de Misha, nem kaptuk jól rajta a Steve-t, mert Steve túl jól reagálta le, számított arra, hogy itt leszünk.
Számított arra, hogy itt leszünk, nem volt jó. Nem fogok kijárni, csak szólok. Úgyhogy találtak ki valami más. Sarkokorú zsefolt. Egy hétig nem megyek sehova, otthon leszek. Ez helyes. Egy sarkon. Előre be kell nézni minden sarkon. Ha már itt vagyunk, azért szépen bejöttetek ti is az utcába. 20 óra ez itt vagyunk. Ez a videót, mi szépen. Mi? Hol van a kamera? Na jó, na jó, na jó, na jó. Arra még beszélünk. Nincs kamera itt. Szóra itt dekkolunk amúgy a raktárba, hogy meg háborút indítok. És ez jusson el a Steve-hez, jó? Háborút indítok. De viccen kívül, mert azt hiszi, hogy ő a mestere mindennek, érted? Hogy őt nem lehet csőbe húzni, mert ő húz csőbe mindent. Mert hogy jaj, mindig egy lépéssel a másik előtt járok. Hát kurvára nem. Jövő csütörtökön találkozunk. Jövő csütörtökön találkozunk, chat. Majd meglátjátok. De live-olni fogunk. És tetten érünk. Nem mondom, hogy ti nem lettetek meg, de szerintem a miért jobban sikerült. Érted? Nehogy rávérjél a postpárnára. Fiázzok, az párna az nagy gyerekje, hogy nehogy rávérjétek. Jó? Zsédapostpárna, tudjátok, ez mindenhol ott van, meg ilyenek. Jó, ez még nem a prank része, itt csak figyelmeztetni szeretnék, hogy készítsd fel. Ja, ez volt a bemelegítés. Ez a bemelegítés, ez a rájön. Nem is tudom, akkor kezdetem érni, mi lesz ebből. Félváron veszel Steve, de tudod, hogy megy ez, jó? Aki nevette az elején, az nem nevet a végén. És én nem nevetek, mint te az elején. Én tisztellek téged, Steve. Ferihegy, gyere! Simogatsz. Srácok, nagyon ja. Köszöntem. Ja, hogy így szemre tartok. Jó van? Jó van. Állom a tarak. Hát elindultunk az oskolába. Normi gyerek szokás szerint késett 10 percet. Nem bírt. Szokás szerint megvakulok. Szokás szerint megvakul. A csönd is zavarja. A fény. A minden. Igazából. Nem akarom, nem, most nem érted már. Én jóba vagyok azért. Beszéltetek a Normanna, de nem akarom leszólni a műsor, csak hogy nézzük már a képre, hogy nem lehetett volna úgy beállítani, esetleg a kamerát ne égjen ki az arcotok. És nem rosszban meg semmit tudod. Kicsit sok volt este a Fortika. Nem az volt, az sok. Hanem mi volt? Sem. Na jó van. Elaludtam a több korán. Ahhoz képest, van kisfiam, mert még mindig jobb, azt hittem, hogy esetleg a marok marci volt. Mert érted, az oké, hogy van Tesla, meg BMW, meg mit tudom én, csak a kamerán ennyit kell csinálni, és hopp. Van fókusz, nincs fókusz. Érted? Ki van égve a kép, nincs kékve a kép. Hopp, most elbasztom. Tehát igazság szerint marok marci. Mori. Egy köpön ébredt a gyerek. Mit mondott? Marok marci volt sok. Jó van kis fiam, még mindig jobb. Azt hittem, hogy esetleg a marok marci volt sok. Marok marci, bazd meg, mi? Tehát igazság szerint marok marci. Hogy szereti? Egy pöpön ébredt a gyerek. Miért vagy inkább ilyen lazább, az keletünk? Azt látom, köd van. Ja, hát tudod. Hát megyek ki Romániába, Bihari hegyekbe, fiam. Hova? Hát megyek ki a hószálnodra, föl kell rakni a haspáncélt, egy-két dolgot még rá akarok rakatni, úgyhogy megyek, ezt el kell intézni. Hát utána már csak úgy szeretnék kimenni, mikor már van rendesen hó, hogy kint vagyunk, beröffentjük a gépeket, aztán irány a hegyek. Igen. Persze. Na, az tök. Ez jó. Ha most találkozol Olival, vagy valakivel, akkor adtál, hogy ilyen. Nyilván, én nem tudom őket itt beszélni, nem tudok már. Annyit kell mondjál, hogy Bună ziua, domnul video! Ce mai faceți? Ismételd el utána. Bună ziua, Itt is, de a kocsit hallja, nem is hallom, amit beszélnek, hogy felét nem értem, mert a kocsi megy. Közeledek a normi gyereknek a szatánkóját. Azt a rohadt, hülye, mennyi egy ilyen? Skidoo! Skibididoo! Ez az idei szánkója a gyereknek. Kérem szépen, ahogy szoktam mondani, az együtt töltött idő örök. 3 milka! Remélhetőleg egy nagyon jót fogunk szánkozni, remélem, hogy be fog válni, bár itt ugyebár nincs turbo, nincs semmi, de ez egy nagyon-nagyon jó kis szánkó. Kíváncsi leszek rá, hogy milyen fejet. Én csak azt a szánkót ismerem, amire ki ilyen tudod, ilyen acélaja, meg a fából van, bro. Ez már nem szánkó, tesi. Vagy nekik ez a szánkó. Érted, nem megy rosszul, baszod. Kipróbálnék egy ilyet szívesen, Steve.
Amikor először felül rá, és fog menni, viszont... Silóiktál ilyen a szánkó. Az enyém, ami egy kuriózum, kérem szépen, ez már egy kicsit komolyabb... 13 ezer dollár, te jó ég. ...a ugrató kerék is, minden szuperül. Hát, ugye nyilván ez egy új szánkó, egy kicsit átépítés alatt van. Basztok! Van a túl... Te jó Isten! Asztor... Ahhoz, hogy ez... Ahhoz, hogy ezzel csúszsz egy jó, tényleg nem kell megkeresni a város legkomolyabb dobját, érted? Ez elmegy be az egazél is. A cementen. Hát ez komolyabb, mint az autója a családomnak. Kurvó, ami hát nem hazudik közel 200 lóerővel, úgyhogy lesz mit kapaszkodni. Hát fiam, megint megőrültünk, állítható kis futóművel. Bízom benne, hogy már csak egy kis hó kell legyen. Úgyhogy itt az Ovi barátom végez egy pár nap alatt, felkészíti a szánkóinkat. Aztán irány a hegyek, itt van a kis lapát, ha ellapadunk, akkor ezzel fogunk itten lapátolni, van benne fűrész, nehogy Isten beakad az eleje, egy fába le tudjuk fűrészelni. Egy fába! Egy lesz, mit tanítani. Ja, bocs! Vagyok, hogy... én még ilyen problémákkal nem szembesültem, hogy hószánomnak az eleje beakad az eleje egy fába, de szívesen megtapasztalnám egyébként én is ezt. A milyen szar lehet? A szánkozás első lépéseit, már csak egy hónap, és indul a szezon. Feljöttem, itt vagyok a Sztünede Válén, innen fogunk majd indulni, hószánozni. Megnéztem, hogy milyen a hó. Hát még nem az igazi, azért erre nem ártana, hogyha még esne egy-két alkalommal ahhoz, hogy ez jól be tudjon tömörödni, megfagyjon, és utána aztán lehet csapat. Ma itt is esett nem a hó. Nem annyira rossz már. Csak egy belelolvadt. Mert ha megnézitek, már azért... Van alatt egy kis jég, a lábamat bele tudom tenni. Bro, elment volna a szlájdba, tesó, elcsúszik a hó tetején, vágod. De hát szerettem. Bizalomgerjesztő. Pár hét múlva ezt már föl lehet avatni, addigra össze lesznek rakva a szánkóink, és csapathatjuk, úgyhogy megvan az elfoglaltságunk márciusig. Szóval, kedves okosék, úgy kezdetek bármit prankelni az öreg sráccal, hogy ide foglak kihozni benneteket, el foglak oda vinni a hegyek között, az erdőbe és ott... Ez most ez nekem szólt? Szóval, kedves okosék, úgy kezdetek bármit prankelni az öreg sráccal, hogy ide foglak kihozni benneteket, el foglak oda vinni a hegyek között, az erdőbe, és ott foglak benneteket hagyni, majd annál nagyobb prank nem lesz az életetekben. Azt... Hát de bro, most mondtad el, hogy ez... Mi van? Habár amúgy, én nem nagyon tudom ezeket irányítani, de Steve, állok elébe, try me. Figyelj, én szívesen elmegyek amúgy hószánozni, nem tudom ezt irányítani, nem tudom, hogy ez hogy kell, tehát amúgy könnyen ott tud minket hagyni a szarba, de egyébként állok elébe. Főleg, ha itt van fent térő, azt le tudom streamelni. Elárulhatom. De, ahogy ígértem, egy jó hószánozás. Az mindenféleképpen idén kinézik. De szerettem amúgy, de szerettem, chat. Annyira jó lelkű amúgy a Steve. Nektek csak akarni kell. Többi az rendelkezésünk rá, és lassan a hó. No, mi telek? Szobádba van? Jó van, Steve. Figyeljetek, srácok, akkor lesz még itt hószározás is, ahogy hallom. Habár attól félek egy picit, hogyha én beadom azt, amit tervezek jövő héten, srácok. Nem nagyon akar majd engem elvinni a Steve húszán közni, sőt, sehova. Ó, baszki. Oly, hogy szereti a zenebonát, kérem szépen. És megvan őrülve a zenékért. Gyere, nézd meg, mit hoztam. Mi ez már megint? Gyere, nézd meg. Mi ez? Nem fogja szóérni a ház elejét. Foxbury-be. Megrendeltem Rómába. A szolgáltatónál a legdurvább belső egységeket, wifi, router, a legerősebb. Ideje volt már, Steve, hát felraktad a Teslát töltőre, ezt a gyereket kifagyott egy-egy közben, hát ne szopassatok már, érted? Hála a jó Istennek. Történetek vannak mindenhol benne. Figyelj, elmondom neked, olyan wifi lesz a lakásba, a szobádba, hogy világítani fogsz, öregem. Jó, beltéri egységek, minden ilyesmi. Jó, nem kell kiszedjed, nem is azért mondom, komplett házra megvan a szett, úgyhogy mostantól kezdve itt volt az ideje, itt volt az ideje. Mi van, fater föltette a Teslát? De hogy tudja? De annyira szeretem, nagyon tudja. Hát a Lord követi. Nem fogja az a kritika érni a kis búrámat, hogy mi van, fater föltette a Teslát tölteni? Hoppá, elment a net. Szosztár. Felrakták a Teslát a töltőre, tesike?
bevágja a videóba, de szerettem. Hát de figyelj már, érted? Most mire tudok én gondolni, mint halandó? Mire tudok én gondolni, mint halandó, érted? Nálam fut a net, nálatok nem. Ne, én egy egyszobás garzonba élek, ti meg egy villába, érted? Hát most mire gondoljak? Érted, és akkor izé van, lekapcsol a Fortnite meg ilyenek, úgyhogy... De kajakam, úgyhogy, ezt szoktuk csinálni. Úgyhogy azért mondom, hogy az ideje volt egy kicsit korszerűsíteni, meg ilyenek. Papcát, milyen volt kint a húszánoktál? Kivittétek? Figyelj, olyan durva a húszánok, színben, mindennel, igazi normanos lett az egész. Normanos. Figyelj, normanos. Színben jó lesz normi a szettekhez, delekes. Mindenhez. Úgyhogy kezdél hozzászokni a hideghez, fiam. Hát, már hozzá vagyok sokva a hideghez. Milyen? Hát Jajjajjaj, mondjuk ez nagy lég, bro. Hát a legjobb amúgy zokni nélkülöz. Aki zokniba alszik, csak arra megvan a külön véleményem, de azt most nem akarom elmondani. Ágyba. Azt a nagyparadt a só. Hát jó, most én is zokniba vagyok, papucsba, de... Na ide fészik az ágyba. Ja, lehet, ja. Hát jó, most én is zokniba vagyok. Ez mi? Most én is zokniba vagyok, papucsba, de... Na ide fészik. És elmondom neked, hogy 2 hét múlva húzzuk neki a racét, készen lesznek a szánok, meg ilyenek, úgyhogy lehet csapatni, fiam. Még két hét. Úgyhogy légy szíves, kezded el a reggeli kis tornát, kis üzesen. Robban a számban a pak. Meg ilyenek. Bocs. Néha tikkelek. Fussat a ház körül. Én jobban bírom a hideget. Aj, azért gyerekkorodban is éve nőttél fel a Mordorba, az olyan... Mordorba! Aha. De ez már nem így van. Te már el vagy kielmesedve a meleg házba, meg ilyenek. Te már itthon telefonálgatsz. Most én vagyok roppon. Én járok ki, de pulcsiba járok suliba. Leúj össze kicsit! Minusz egy fogba, pulcsiba megyek iskolába, és meg se hat. Na ide figyelj! Mordoriat szól. Azért jutalak, hogy csinálunk egy kőpapírót. Tupac Shakir! Aki veszít, annak a ház körül kell futni. Azt a polót tisztelem, chat. W Tupac. Csizmába, sisakba, két kört. Hogy? Megnézzük, hogy hogy bírja a hideget. Már mi? Sisakba, két, annak a ház körül kell futni a rövid nadrágba. Hószános csizmába, sisakba, két kört. Ja. Hogy? Megnézzük, hogy hogy bírja a hideget. Ahó. Főnök, te vagy az? Normál elvesztettük. Vagy? Te milyen flesség vagy? Sneaket? Milyen flességbe vagy? Képzelsz ilyenkor, mi lát? Úgy szeretem, hogy a Norman az ilyen full slangbe beszél a papcával. A papca meg ilyen full, amúgy ilyen kicsit így, érted? Ő azért be van állva. Tehát ő már nem úgy. Na, aha, az olyan meg, hogy ilyet mondasz. Na gyere! Hogy ne a húszás? Figyelj, csak azért, mert figyelj, elmondom neked, hogy valószínűleg ki fogsz kapni. Mert nem általában remélem, tudok olvasni a kis fejeskét, és kíváncsi leszek, hogy milyen fejed lesz, hogy elkezdesz futni ház körül. Na szóval, felkészültél? Hármat megyünk? Figyelj, hármat, érted? Hármat megyünk, hogy hát, hogyha háromból összehoz két győzelmet, és végül az apukáját kizavarhatja az ideg... Kőpapirolló! Kőpapirolló! Egy! Első meccs normié. Igen. Mi az első? 1-0. Kőpapirolló! Ááá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 
A vakc ellen! Gyere! Kőpapírolló! Mind a kettő szétbaszott, mind a kettő megbaszott, tesó. Erre mennyi esély mind a ketten, erre mennyi esély volt, hogy mind a ketten ollót mutattak, bro. Ez, á? Az univerzum is el nem van, én csak hagyom, azt nézem a videót. És 3-0-ra. Ez hogy? 3-0. Tudod, melyik kőpapírolózók én ilyen helyeken vagy? 3-0-ra. Norma, miről beszél? Balott háziból levegy, ezt az kőpapírolózgatnak körbe, vagy mi? Magyarán én nekem kell futni ház körül. Hát hogy ne kéne neked? De hát ezt gondolom bevállod helyettem. De hogy bevállod? De hogy bevállod? Egy sportszerű dolog. Cset, robbantsuk be veletek is egy kőpapírollót. Figyelj, 3, 2, 1, kőpapírolló! Á, geci a komom! Ezt nem gondoltam át. Jó. Nem baszódott szét. Nincs para, chat, nincs para. Oké, fókusz is jó. Szara kép? Miről beszélsz? Ez Crispy Clean vagyok. Várjál, hogy nézzem. Pont ott van. Hol? Ez a pont itt? Vagy ez a monitoromon van? Ez a monitoromon van, vagy ez a videóban is ott látjátok? Várjál, szegnézem a másik képen is. Bazd meg, ott egy pont. Meg itt is van egy pont. Ó, geci. Ez egy 1 millió forint. Á, geci. Cset, szaboljatok már fel! Kekel, köszönj fel a 3. hónapot, Boti, köszönj fel a 100 bitet, Sutyik, köszönj fel a 100 bitet, nagyon-nagyon szépen köszi! Merlin, köszi az 5 bitet! Tizék, jó papírollózgatnak körbe, vagy mi? Tudom, hogy mindent magyarán, én nekem kell futni ház körül.
Hát hogy ne kéne neked? Tehát azt gondolom bevállod helyettem. Dehogy bevállod. Hát nem tudom, mi iroda idegen. Mi? Egy sportszerű dolog. Cset, robbantsuk be veletek is egy kőpapírollót. Figyelj, 3, 2, 1, kőpapírolló! Á, geci a komó! Bazd meg, egy pillanatra megszakadt a kép, geci. Azt a kurva, várjál már, bazd meg, egy pillanatra. Egy kőpapírolló! Bazd meg! Bazd meg! De ezt nem hiszem, hogy a Laura vágod? A Laura... Mit tudom én, 4 évesen már fogja a YouTube díjat? Ez hol fertesa? Ő mennyit dolgozott azért a YouTube díjért? Én meg itt gülizek napról napra, és nekem még nincsen kibaszott YouTube díjam, pedig ez az egyik álmom volt, chat. Most elmondom mindenkinek, ezt klippeljétek ki. 5. osztályban, amikor mentünk, fel kellett írni mindenkinek egy lapra az álmait, és én tudod, mit írtam fel, tesó? Hogy meglegyen a 100 000-es YouTube díj, hogy fogjam a kezembe. Mert én már akkor akartam ezt, chat. Én már akkor akartam ezt. Hogy nézel ki, Prime Steve? Feszíts rá! Feszíts rá! Milyen goofy néz ki, baszod? Csávó, hogy néz ki? Hogy kijön onnan, tesó? Backdoorból. Azt figyeld! Hogy nézel ki, Prime Steve? Azt a mindenit. Jó, azért, hogyha egy Steve szemből nevelem egy asszonyverőben, nem szívesen mennék az de érted el. Nem lennék a felesége, hogyha így járkálna otthon, baszki. Azért ez para. Feszíts rá! Feszíts rá! Azt, amúgy nagy kondis a Steve, de viccen kívül mondjuk komoly kondis. Akkor légy szíves, főzed a meleg teát, meg a szaunát kapcsoljátok be, mert valószínűleg meg leszek fázva. Akkor mint egy kis robot. Kis robot. Arról volt szó. Figyelj, megyek. De most ez easy, ezen mit izélnek? Hát csak... Hát az ideget bírni kell, bro, Iceman. Hány fok van? 3. Szodja! Luha. Gyorsan. Hány fok van? 3. Hogy beindult? Azt a rohadt! De hogy fut? Hogy fut? Mit csinál ez a mi? Amikor fut a váradra a minipekka, vágod? Ezt le kell valamit elérakni, ezt kellett találni, de nincsen izé elixírettes, hogy csak így, ő csak így megy. Ez egy kör volt! Mit hallottam, bro? Ilyet ordít a silló slide? Csak egy kör! Még ilyenkor is, bro, szenved ezt az ezért silló szlájdom. De szerettem, ezért szerettem. Ez egy kör volt. Csak egy? Egy kör. Én nem is fog két kör futni. Új, de kevések vagyunk. Rosszabb idő ezt a házat körbe futni, mint én innen eljutni a sulimba. Mi a fa? Előről indulunk! Fussam! Laza! Kondicionto! Soha többet nem fogok kőpapírolózni. Figyelj, én már bírni fogom a hideget, csak szólok. Te? Hilló Steve. A kiképző. Félig ember, félig... De... Chat, lejtettem a kamerát, de még Steve jobb, mint ez a szutyogszar. Hát mi ez? Bevibrál Hilló a kép. Steve. A kiképző. Kedves barátom. Szia, drága barátom, most nézem az intrót, nagyon-nagyon jó lett. Mi az? Használjátok egészségre az intrót. Ez, amit kértél tőlem, hogy intézzek már el. Elég volt a pénz rá? Elég volt. Ez melyik gyereknek kellett? Képzeld el, nem a normanaiknak kell. Képzeld el, olyan aranyosak volt. Ezt nem nekem adja, remélem. Voltak. Van egy kislány. Ja jó, hála jó Istennek. Az apukáját. Azt hittem már valami leak van. Ebben nincs leak, chat, ugye? Igazából megengedni maguknak. Ebben nincs leak. Képzeld el, azért vállalták el most a hétvégi máson. Nincs, jó. Hogy az abból kapott pénzből. Végre, jó. A
kislánynak ezt az ajándékot. Ez még abszolút korrekt. És bár a Laurának is ugye most lesz 26-án a születésnapja.